Az öreg cigány, illetve hát a bejelentkezett fiataloknak az apja, az már tolta le a nadrágját, hogy ideje engem meg... Ő nem akarta a hölgy, hogy ide költözzenek, igen. És utána ide költöztek, és mégis arra kéri önöket, hogy dobjanak ki bútorokat. Igen. Nem értem. Én se értem ezt. Tehát... Én kész vagyok már több hete. Hát, hát uram, mit mondjak erre? Tehát ez a világ vége. Érden cigányok költöztek egy asszony házába. Elmondásuk szerint jogszerűen jutottak az ingatlanhoz, ám jogilag úgy tűnik, nincs igaz a rostáséknak. Az együttélés kivitelezhetetlen, az asszony lányával együtt elmenekült. Sokan szándékos a lakásfoglalásról, kiszorítósdiról beszélnek. Van olyan szomszéd, aki szerint itt a világ vége. Idén augusztus végén Takács Sándorné arra lett figyelmes, hogy egy kiterjedt rokonsággal rendelkező négytagú cigánycsalád költözött be háza alsó szintjére. Az asszony elvált férjétől, a volt házastárs pedig csereszerződést kötött rostásékkal. A bökkelő többek között az az ügyben, hogy volt feleségének tulajdonosként hozzá kellett volna járulnia az adásvételhez és az ezzel együtt beköltöző lakókhoz. Ez pedig elmaradt. Először csak férfiak jöttek, utána jöttek a hölgyek is, akik közölték, hogy nem merészeljek bemenni a nappalimba. Ki akarták dobni a szekrénysoromat, azt mondták, öltözzek a pincéből, mindenemet használnak, hiába tiltottam meg. Kihívtam a rendőrséget szeptember 14-én, mert rengeteg ember tartózkodott újfent a lakásban. Utána a lányommal együtt voltunk itthon, a 7-8 ember, az konkrétan nekünk esett. Az öreg cigány, illetve hát a bejelentkezett fiataloknak az apja, az már tolta le a nadrágját, hogy ideje engem megb***ni. Bocsánat, hogy kimondom. A lányom 32 éves, neki a három fia ajánlotta fel, hogy üljön be a kocsiba, elviszik egy körre. A hölgy azóta kénytelen volt házát is elhagyni, mondván lehetetlen együtt élni a beköltöző családdal. Ez az ön ülőgarnitúrája volt valamikor? Ez a nappaliba volt, igen, egy ülőgarnitúra. Hát most jelenleg így néz ki, fotel, monitorok. A lakásba érve sem fogad barátságosabb kép. Ez az ajtó, ez milyen cél szolgál? Hát ez egyértelműen az, hogy ne tudjanak feljönni a tetőtérbe. Egyértelműen azt. Ezt most, szeptember elején rakattam fel, és ide rakattam vasakat, hogy ne tudjanak a lépcsőfokok között sem feljönni. A fürdőszobában többször belevizeltek a zuhanyzó tárcába, most csak mocskos. Úgyhogy ennyi előny van. Hát ugye a mosógépen, bár nem közös használatra vásároltam annó, hanem a családunknak, de hát sajnálatos módon használják folyamatosan. Sőt, mi több, kidobálta az én ruháimat, mert ő mos. Az egyik ottlakóval jelenlétünkben is vitába keveredett az asszony. Megmondtam, hogy semmit ne használj, mosol minden nap. Figyelj, itt a mosógépen nem engedhet, hogy vigyem be. Hát még szép, akkor hogy nem fogod beszélni. Az enyémet kidobni, hát ha gyerekem van. Ott jártunkkor Takács Sándorné kihívta ismét a rendőrséget, mindeközben megérkeztek rostásék is, akik elsőre nem nagyon örültek ott létünknek, velük együtt egyre több rendőr is érkezett a házhoz. A családjával a házba beköltöző férfi végül elmondja, hogy mit is gondolnak az ügyről. Ő ugye jogilag azt kérdőrezi meg, hogy ugye őnek is hozzájárulnia kellett volna ez az adásvételhez, mert ugye önök ugye szerződésen rendelkeznek, de mondta, hogy neki ezt elejegyeznie kellett volna. Nem, a kedves férjének 50%-a volt. Csere alap volt, érti? Elcseréltük a kedves férjével, adtunk neki készpénzt is, itt minden hivatalosan történt. Önöket nem zavart egyébként, hogy van bent egy lakó, mikor megvették a felét a háznak? Hát, megmondom őszintén, nem. Mi kultúrátok vagyunk, normálisak, magyar állampolgárok vagyunk, érti? Mi normálisan tudunk viselkedni. Jogilag a csere is adásvételnek számít. Azaz a feleségnek is hozzá kellett volna járulnia, hogy férje rostásékkal cserélje el a ház ráeső részét. A beköltözők viszont ezt nem ismerik el. A szomszédok sem túlzottan boldogok az új beköltözők miatt. Óriási nagy balhék voltak, rendőrség. És valahogy úgy vettem észre, hogy egy házfoglalás van. Megnéztem az ügyfél kapun, feles tulajdonos, az ex-szomszédom és a felesége. Én kész vagyok már több hete. Hát uram, mit mondjak erre? Tehát ez a világ vége. Tudja, szokták mondani azt, amikor jó reggelt tett mond a szomszéd, nem mindegy, hogy ki mondja. Rostás Krisztiántól rákérdeztünk a kidobott bútorok ügyére. Ezeket akarta kidobni a hölgy.
Ő pont azt mondja, hogy ezt önök dobták ki, úgyhogy ő neki okoztak ezzel kárt. Nem. Ő mondta, ez rágalmasság, nem. Ő mondta a szájával, amikor beköltöztünk, hogy ezeket a bútorokat dobjuk ki. Ő nem akarta a hölgy, hogy ide költözzenek, igen. És utána ide költöztek, és mégis arra kéri önöket, hogy dobjanak ki bútorokat. Igen. Nem értem. Én sem értem ezt, de mi voltunk annyira rendesek, hogy inkább mondtuk, hogy akkor ide hátra pakoljuk őket, hogy ne legyen, ne lopják el, vagy ne tüntenjék el, vagy ne legyen valami gondja, érti. Telefonon sikerült elérnünk a ház felét elcserélő volt férjet, Takács Sándort is. Négy szíves, mondj el mindent, mert azt mondjuk, hogy adj meg meghirdetve a tévében, hogy lakásmaffia vagyunk. Hogy most mi normálisan cseréltük veled, vagy mi lehúztuk, de mi történt? Mondd el, légy szíves, jó? Felesége azt nehezményezi, hogy az adásvételnél az ő aláírása nem szerepel a papíron, mivel elővásárlási joga lett volna, meg hozzá kellett volna járulnia ez a cseréhez állítása szerint. Neki nem volt elővásárlási joga, azért nem volt elővásárlási joga, mert ő nem is élt ezzel. Folyamatosan húzta a hídot. Rostás Krisztián is beinvitál minket az ingatlanba. Hát nézze meg! Hát ebbe a szobába alszok én, a nejem, meg a két gyerekem. Az lehetetlen, hogy hét család itt aludjon ebbe egy szobába. Ez hogy lehetséges? Ezt mondják már nekem. Takács Sándorné elmondása alapján heten kértek lakcímbejelentést a házába. Igaz, ez idáig ezt az okmányiroda nem tette lehetővé rostásiknak. Most ugye a károkat a rendőrség felvette, lefényképezte, leírta. Ez a helyzet, ez elviselhetetlen, ez borzalmas. Tehát így nem lehet élni. Soha nem fogom feladni ezeknek az embereknek, nem kerülhet a kezébe a lakásom. A rostás családdal kapcsolatban egyébként még négy érdi család jelentkezett, akik hasonló helyzetbe kerültek, mint Takács Sándorné. Hosszas jogi procedúra elé néz az asszony, amelynek lezárulta után búcsúzhat el újdonsült lakótársaitól. Ám ahogy riportunkban is elmondta, nem hagyja, hogy tulajdona ilyen emberek kezébe kerüljön.